köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közel 500 tonnás vasúti híd kerül az út fölé, jól halad az M6 befejező szakasza. Megújul a Belléli összekötő út, Pécs felé a 6-os úton lehet majd közlekedni. Online számla program és online számla rendszer, fontos különbségek vannak a két felület között. 6 társulat, 8 előadása a Kártalan Kertben, elkezdődtek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Közel 500 tonnás hídszerkezetet csúsztatnak a helyére az M6-os épülő befejező szakasza fölé. Ezen a vasúti vonal fut majd az út fölött Pécs és Villány között. A terület országgyűlési képviselője a munkálat helyszínén elmondta, Baranya megye legnagyobb beruházása az M6-os befejezése a határig. Argitai János beszélt arról is, hogy a horvát oldalon is folynak a munkák, így 2024-re az autópálya összeköttetése valósulhat meg a két ország között. Ez az a hídszerkezet, amit az épülő M6-os fölé terveztek. Csúsztatással kerül a helyére, ezen fut majd a vasútvonal a Pécs-Mohács-Villány szakaszon. Bój után Nagynyárát felé kerül kialakításra ez a vasúti közúti kereszteződés szinteltolással. Ez a híd, ahogy itt elhangzott, majdnem 500 tonna, 480 tonnás hídszerkezet, amit itt helyben építették meg. Kis részei jöttek szállítható állapotba, és létrehozták ezt a hatalmas monstrumot, ami 72 méter. És a helyére fogják tolni, tehát a vasút fölül fog közlekedni, és utólag vágják ki az autópálya pályatestet, ugye más irányban ez már látszik. Mondta a helyszínen a terület országgyűlési képviselője. Hargitai János arról is beszélt, hogy az M6-os befejező szakasz a Baranya megye legnagyobb állami beruházása most. Időarányosan jól áll az építkezés, és a határ túloldalán is építenek a horvátok. Az Eszéki hídtól jönnek fel Pélmanostor irányába, ez egy 17,5 kilométeres szakasz, ezt ennek az évnek az október végén már át akarják adni. Ha Pélmanostoron vannak a horvátok, akkor már Pécs-Monostor csak a határig kell feljönniük. Ez egy 5 kilométeres szakasz. A miniszter úr közlése szerint ez 24-es évben ez meg fog történni, felérkeznek, felérnek ők is a határhoz. És a bosnyákoknál is halad a történet, mert a Bosznián keresztül egy 320 kilométeres szakaszt kell megépíteni, ahol már 114,5 kilométer elkészül. A képviselő szerint 2025-ben vagy 2026-ban kész lesz az autópálya az Adriai Plocséig. A jelenlegi háborús helyzetben még értékesebb ez a beruházás, Záhony leértékelődött a harcok miatt. Déli irányban az M6-oson keresztül bonyolódhat az áruszállítás Törökország, illetve a Balkán felől. Egyébként a magyarországi 20 kilométeres szakasz megépítése a határig, Iván Dárda irányába 88,6 milliárd forintba kerül. A magyar munkavállalók csaknem 60%-a kapott átlagosan 12,7%-os béremelést idén, 39% fizetése azonban a 9,5%-os infláció ellenére sem nőtt, és a munkavállalók 47%-a elégedetlen jelenlegi munkahelyével, közölte országos reprezentatív felmérésének eredményeit a Manpower Group az MTI-vel. Kiemelik, a munkaerőpiac átalakulásával a hangsúly a munkáltatók elvárásai felől eltolódott a munkavállalók preferenciái felé, amelyet tovább erősített a digitalizáció felgyorsulása. Így az infláció növekedésével az alapbér mellett egyre fontosabbá válik a rendszeres bérfejlesztés, különös tekintettel annak mértékére. A legnagyobb arányban az autóipari dolgozók részesültek fizetésemelésben, átlagosan 10,9%-kal többet visznek haza egy hónapban. A legnagyobb átlagos béremelés az élelmiszeripar és mezőgazdaság ágazatban történt, ők 15,7%-kal kapnak többet. Villámcsapás miatt kigyulladt egy ház Pécsen a Vilmos utcában a Székesegyház közelében. A kedd délelőtti vihar következtében ugyanis nem csak rengeteg csapadék hullott alá, hanem szerte a területen villámlott, ami komoly gondokat okozott. A lánglovagok nagy erőkkel dolgoztak a tűz megfékezésén. Sajtóértesülések szerint a kétszintes, kétlakásos házból egy embert a tűzoltóknak kellett kihozniuk. Délutánra sikeresen eloltották a tüzet, amely a mintegy 250 négyzetméteres, kétszintes, kétlakásos ház tetőterén keletkezett. A lángokat a pécsi és siklósi hivatásos tűzoltók fékezték meg. Várhatóan megnő a forgalom a 6-os út nyugati bevezető szakaszán Pécset. Ennek oka, hogy útfelújítást végeznek a Pécs-Kertvárost Pelléddel összekötő úton, így a Gyúdi elágazás és Pellérd között csak egy irányban lehet majd közlekedni. A munkálatok várhatóan 3 hétig tartanak.
Ez az a kereszteződés Pellérden, ahonnan Pécs felé fordulva a legrövidebb úton lehet megközelíteni a kertvárost. Hétfőtől 3 héten át azonban csak Pellérd irányába lehet majd közlekedni ezen a szakaszon. A Pécs felé tartókat a 6-os főútra terelik. Egy irányítás, ez minden eszközre, járműre, tehát a katasztrófavédelemtől a mentőkig mindenkit értesítettük, és annyit kérünk a közlekedőktől, hogy ezt tartsák be. Ez Pécs felé gyakorlatilag plusz 5 perces plusz menetidőt jelent, hogyha valaki a kertvárosba akar menni. Hogyha a belváros felé, vagy pedig Pécs északi részére szeretne, ott lényeges forgalom úthoz növekedéssel nem kell számítani. A terelés oka az, hogy a Magyar Közút a Gyódi Elágazás és Pellért között a Magyar Falu program finanszírozásával felújítja az út burkolatát. A régi előregedett aszfaltot felmarjuk, elég vastagon, több mint 10 cm vastagságban, és ezt két rétegben, különböző frakcióban fogjuk visszaépíteni. Ezzel a reményeink szerint egy legalább 10 évre ennek az útnak a ilyen jellegű problémáját megoldjuk. Az említett közel 2 kilométer hosszú szakaszon számítani kell majd nagyméretű munkagépekre, így 40 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és minden irányból jelzőtáblák hívják majd fel a figyelmet a megváltozott forgalmi rendre. A közút munkatársai arra kérik a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mint mondták, ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu weboldalon, vagy az útvonaltervező közösségi rendszereken mobil applikációk segítségével. Kórházba került Baranya megye 2. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője. Hoppá Péter hétfőn az országgyűlésben lett rosszul. Akkora fájdalmai voltak, hogy végül mentőt kellett hívni hozzá. Mint kiderült, vakbélgyulladása volt. A pécsi politikus a mentőből is bejelentkezett, a görcsök sem tarthatták vissza. Azt írta, Istennek és az orvosoknak köszönhetően már jól van. Már túl van a műtéten, múlt éjjel operálták meg a politikust. Pár napra azonban bent kell maradnia a kórházban, mert tüdőgyulladással súlyosbított az esete, nem sima vakbélgyulladás. Viszont a koronavírus teszt negatív lett, vagyis nem kapta el újra a Covidot a kulturális államtitkár. Hoppá Péter közérzete jó, a stábtagok szerint viszont túlhajtotta magát az elmúlt hónapokban, szerintük ez is közrejátszhatott a rosszul lépben. Az online számlázó programmal számlákat állíthatunk ki, az online számla rendszerben pedig a számlatömbben kiállított számlák adatait rögzíthetjük. A két rendszer nem ugyanaz. Erről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina kiemelte, hogy az adatszolgáltatás szempontjából fontos, hogy melyik felületet kell használni. A számlázó programot és a nyomdai gyártású számlatömböt használó adózókra is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. Ezt a NAV online számla felületén tehetik meg az érintettek. Azonban a számlázó program és a számlarendszer között vannak különbségek, hívta fel a figyelmet Barlai Krisztina sajtóreferens Adópercek című műsorunkban. Nagyon fontos az, hogy az online számlázó programban, ha beütjük az adatokat, akkor számlát tudunk készíteni, és az adatszolgáltatás az automatikusan megvalósul. Számla tömbbel kiállított számlák esetén pedig az online számla rendszerben kell manuálisan rögzíteni az adatokat, tehát ezért különböző a két rendszer használata. Fontos tudni tehát, hogy a kézi rögzítő felület nem alkalmas számla kiállítására, a papír alapú dokumentumon szereplő adatokat pedig nem a számlázó programba kell beütni. Ez a program ugyanis a teljesen új számlák kiállítására szolgál. Az adatrögzítés során, tehát a papír alapú számlák adatainak beírásakor további fontos tudnivaló, hogy módosítani, javítani azokat nem lehet. Fontos még az is, hogyha számlatömbben adja ki az adózó a számlákat, hogy akkor is biztosítani kell a folytonos sorszámot. Tehát egy sorszámhoz nem tartozhat 2 vagy 3 számla, illetve amikor berögzíti az adatokat, akkor oda kell figyelni a pénznemre is, tehát a forintra és egyéb pénznemek nem keveredhetnek a számla adatrögzítése során. Szintén oda kell figyelniük az érintetteknek arra, hogy a vevő adatainak, mint például adószámának rögzítése is pontos legyen. Mindenről további információ elérhető a NAV honlapján, de telefonon és személyesen az ügyfélszolgálaton is segítséget nyújtanak az adóhivatal munkatársai. Becslések szerint hazánkban most megközelítőleg 2,5 millió ember kap nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást.
közülük pedig úgy 200 ezeren lehetnek azok, akik munkaviszonyban, megbízási szerződéssel vagy szövetkezeti tagként dolgoznak. A számuk egyre nő, és nem csak a plusz pénz miatt, hanem mert a munkaviszony új kapcsolatokat is jelent. A legkeresettebb nyugdíjas munkák azok, ahol rugalmas a munkaidőbeosztás. Ilyeneket kínál a vendéglátás, a kereskedelem, a feldolgozóipar. A legalacsonyabb órabérek bruttó 1200 forint körül mozognak. Ez alatt egyébként nem is igen vállalnak munkát a nyugdíjasok. Ha viszont kiemelt szakmai megbízás akad, ott bruttó 2000 forinttal indulnak az órabérek. Átlagosan heti 16-40 óra között vállalnak munkát a nyugdíjasok. Aki például heti 20 órában dolgozik, az bruttó 120 ezer forintos fizetéssel egészítheti ki a nyugdíját. Szakmai munkáknál, feladatoknál ez az összeg akár 160 ezer forint is lehet. Elkezdődtek a Pécsi Nyári Színház előadásai. 6 társulat, 8 produkciója látható júliusban Pécsen a Káptalan Kert szabadtéri színpadán. Vígjáték, musical, bohózat, operett szórakoztatja a nyári esték közönségét. Egy magyarországi bemutató is emeli a rangját a nyári teátrum előadásainak. Teltházasnak ígérkeznek a szabadtéri előadások, de még lehet jegyet kapni. Aki nem használja fel előre megváltott belépőjét, az adja át másnak, kérik a program szervezői. Jó estét! Idén 6 társulat összesen 8 előadással érkezik a Káptalan utcai szabadtéri színpadra. Örömteljes szórakozásnak lehetnek részesei azok, akik ismét a Pécsi Nyári Színházat választják esti feltöltődésre. Igyekszünk jó kedvet teremteni a nézőinknek, mert nagyon rossz időket élünk, azért ezt vegyük tudomásul, hogy hátunk mögött háború és járvány. Szükségünk van a nagyon magas színvonalú feloldódásra. Nem azt mondom csak, hogy egy olyan igénytelen szórakoztatás, mert ez ostoba kifejezés lenne. Magas színvonalú örömszerzésre van szüksége a közönségnek. Ezt igyekeznek teljesíteni. Gergely Róbertnek megvolt a 30 éves jubileumi nagykoncertje, mint nyitókoncert a Rég várok rád című dalestje. A színházi produkciók mától indulnak. A Művészszínház lesz ma a házassági leckék középhaladóknak, ami egy kis kalandozás a szerelembe és a házasságba. Utána következik a Legény búcsú, Csiki Gergely Színház, Kaposvár, majd Mágnás Miska következik a Rátonyi Róbert Színháztól. Utána pedig egy nagyon izgalmas, azt mondja a kis megfogalmazásunk, hogy viktóriánus neogótika, rockzene és kortárs mozgás művészet fúziója a Lizzi. Itt lesz a magyarországi bemutatója, ezért is lesz nagyon figyelemre méltó előadás július 23-án. Majd végül 2 előadással megy idén újra a Miniszter félrelép, amely tavaly a Nagyszínházban debütált, majd itt a szabadtérben is előadták. Ezt követően az egész évadot végigjátszották a Pécsi Nemzetiben, most pedig újra a Nyári Színház műsorán a Káptalan Kertben lesz látható a nagy sikerű produkció. Nagyszerű ez az új padlószínház! Megható az öröme! Nyáron is terjednek a koronavírus új variánsai, de a fertőzés maga enyhébb, mint a járvány korábbi szakaszaiban. Akinek felső légúti tünetei vannak, az mindenképpen gondoljon arra, hogy talán fertőzött, és ennek megfelelően járjon el, javasolják a szakemberek. Az újabb variánsok ugyan enyhébb tüneteket okoznak, de azokat is megfertőzhetik, akik oltást kaptak, vagy már átestek a betegségen. Az infektológusok szerint az eddigi tapasztalatok alapján jóval enyhébb tünetekkel zajlik le a betegség, ha valaki megkapta mind a 3 oltását, vagy korábban már átesett a fertőzésen. 2015 őszétől indultak az egyedi kínai nyelvi és kulturális foglalkozások általános iskoláskorú gyerekek részére. A tanulók heti rendszerességgel délutánonként vesznek részt a foglalkozásokon, amelyek egyik fele kínai nyelvtanárok közreműködésével a kínai nyelv oktatására fókuszál, a másik fele pedig a gazdag kultúra megismertetésére törekszik. Nyáron a gyerekeknek 2 turnusban Konfucius napközis nyári tábort szerveznek, ahol egy héten keresztül vehetnek részt, hogy felfrissítsék mindazt a tudást, amit az elmúlt tanév során szereztek. Amit a kínai nyelvről és kultúráról tanultak, már a diákok a táborban, a gyakorlatban is hasznosíthatják. A gyerekek itt együtt tanulják a kínai nyelvet, és érdekességeket hallanak a kínai kultúráról. Érdekesebbnél érdekesebb programokat szervezünk nekik. Sakkozunk, énekeket, verseket és táncokat tanulnak. A kínai harcművészet alapjait is oktatjuk, kungfuzunk és csikunggal is megismerkedhetnek az iskolások. Amit épp most csinálnak, ez az úgynevezett 5 állatgyakorlat. Ezekkel a programokkal a gyerekek kínai nyelvtudásukat is gyarapíthatják.
Egy férfi tett bejelentést július 4-én 0 órakor arról, hogy fel akartak feszíteni egy garást Pécsett. A rendőrök adatgyűjtést végeztek, majd megállapították, hogy két férfi a Báfrány utcában próbálta meg felfeszíteni az egyik garázs ajtaját azért, hogy onnan értékeket tulajdonítsanak el. A bejelentő észlelte a cselekményüket, ekkor az elkövetők a náluk lévő feszítővasat és a zseblámpát hátrahagyva elmenekültek a helyszínről. Az egyenruhások a Mártírok útján pár percen belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 24 éves Dráva Iványi férfit, valamint 17 éves testvérét. Előállításukat követően mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, amelynek során beismerő vallomást tettek. Ellenük lopás kísérlete miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Szeptember 1-ével több beruházás is kezdetét veszi a Szálkai strandon. Párfi János polgármester elmondása szerint a fejlesztések célja a környezetvédelme és a természetközeliség megtartása, hiszen az odalátogatók elsősorban a csend és a nyugalom miatt választják a település adta lehetőségeket. A nagy hőségben sokan döntenek úgy, még hétköznap is, hogy inkább a vízpart mellett töltik a napjukat. A Szálkai strand is a fürdőzők egyik népszerű helyszíne. Van, aki azt mondja, nyáron legalább hetente egyszer ellátogat a vízpartra. Jó a környezet, gyönyörű a strand, büfé, megfelelő minden, nincsenek olyan sokan, mint Domboriba, és jó minden, mi megfelelő. Ahogy eddig, a jövőben sem szerveznek rendezvényt a vízparton. A településen a környezet szépségére és a természet adta lehetőségekre alapoznak. Az elmúlt időszakban mégis több olyan téves információ is terjedt a strandról, melyeknek egyáltalán nem volt igazság alapja, mondja a polgármester. Le akarjuk betonozni az egész strandot. Például, hát ez abszurd. Mi, aki a környezetre vigyázunk, és aki a település édelátokat, az a környezetről beszél állandóan, hogy milyen szép, meg milyen rendben van. Ugye Virágos Magyarország első díjat is nyertünk, és akkor most azt mondják, hogy akarjuk betonozni a strandot. És akkor ezt főrekek a Facebookra, és hát ez sajnos néhány ember erre de fel is ül. Úgyhogy ezek ilyen tévinformációk, mit cáfoljuk. Szeptember 1-től több fejlesztés is kezdetét veszi a Szálkai strandon. Ennek részét képezi többek között a partvédelem. Ahol ilyen akácfacalöpök lesznek leverve, és természetközeli megoldás fog megvalósulni. Ezen lesz egy deszkaterítés, amire majd el lehet ülni, és be lehet lógatni a lábunkat a vízbe. Ezen kívül 2500 köbméter homok lesz beszorva a területre, és ezzel hát tulajdonképpen pontos az iszapozás ellen fogunk tenni, hogy az keményebb legyen az alja, és te legyen iszapos. A harmadik, a bejárók lesznek teljesen kicserélve, és ilyen rozsdamentes bejárók fognak lenni a strand területére. Pálfi János hozzátette, hogy a beruházások célja továbbra is a környezet védelme és a természetközeliség megtartása. Újra növekvő tendenciát mutat a koronavírus fertőzéssel diagnosztizált esetek száma hazánkban. Bár a betegség lefolyásának súlyosságában a szakemberek nem tapasztaltak változást, de egyes betegeknél nem zárható ki, hogy a vírus komolyabb tüneteket okoz. Az esetleges megbetegedés elkerülése érdekében fokozott elővigyázatosságra intenek a szakértők. Az utóbbi hetekben egyre többen panaszkodtak a koronavírusra jellemző tünetekről. Nem csak hazánkban, hanem a világon is emelkedő tendencia figyelhető meg. Újabb hullámról még nem lehet beszélni, viszont jó, ha elővigyázatosak vagyunk, hogy elkerüljük az esetleges megbetegedést. Szerencsére súlyos, szövődményes esetek nincsenek, de több betegem is keres, hogy belázasodott, náthás lett, elkezdett köhögni, és valami gondolatról vezérelve azért csinált egy gyors tesztet, és pozitív. Sőt, olyan betegem is volt, hogy bejött hozzám teljesen más panasszal, például mondjuk egy véres széklettel, tovább küldtük a kórház felé, hiszen ez olyan eset, ami azért potenciálisan veszélyes lehet, és további kivizsgálás kell, és ott hívta, hogy köszönik szépen, elkezdték a vizsgálatokat, de amúgy mellesleg a beteg pozitív. A házi orvos azt mondja, hogy a vírusnak ma már nincsenek olyan kirívott tünetei, mint a kezdetekkor. Nem mindig jár magas lázzal és köhögéssel a fertőzés. Viszont egy kis nátha, fejfájás vagy gyengeség, és ritkább esetben hasmenés elővigyázatosságra adhat okot. Mi annyiban vagyunk elővigyázatosak, hogy időpontra jönnek a betegek, maszkot megkövetelünk, és időben próbálom elkülöníteni a felső légúti is lázas betegeket. Időben elkülönítünk a többi más betegtől, mindenkit megvizsgálunk most már, viszont próbálom a többi beteget is védeni. A szakember azt javasolja, hogy a higiéniára a vírustól függetlenül is ügyeljünk. A gyakori kézmosás elengedhetetlen, és nagyobb tömegrendezvények alkalmával érdemes maszkot is húzni.
Koncerttel zárták a tábort a gyerekek és a tanárok a Kaposvári Zeneiskolában. Egy héten át 20 növendék tanult és örömzenélt az intézményben. A kaposvári és a fonyódi tanszak diákjai klasszikus és populáris műveket is megszólaltattak. Örömzenélésre várták a szülőket, ismerősöket az immár 15. kaposvári ütőstábor diákjai az egyhetes program zárásakor. A balatonlellei Joel Mátyás 4 éve dobol, tanulni érkezett a táborba. Nekem ez a szamba, amit fogunk is játszani, a sok dobolás, meg hogy igazából sok program van. Nem csak zenetanulásról, hanem közös játékról is szólt a tábor. Napközben pingpongoztunk, reggel doboltunk, délután is. Noel 2 éve dobol, mint mesélte, szívesen játszik ezen a hangszeren, azonban mindez nem egyszerű. Nehéznek nem nehéz, játszani nehezebb rajta, sokkal nehezebb. A diákok a tábor ideje alatt számos ütős hangszert kipróbálhattak. Nagyon változatos szerencsére a hangszerparkunk. Dallamhangszerek közül csak párat emelnék ki, a marimba, vibrafon, metalofon, harangjáték, xilofon, és hát rengeteg ütőhangszerünk van. Itt majd megláthatjátok itt a háttérben, tehát olyan dobokat is használunk, amiket a tanév során nem tudtunk, hiszen egy bizonyos tantervhez kell ragaszkodnunk, és a tantervben nincsenek benne ezek a ritmus hangszerek, amikkel most megismerkedhetnek a gyerekek, de mindegyik akadályt nagyon szívesen és ügyesen vették. Így nem csak a saját hangszereiken játszhattak a diákok, hanem olyanokon is, amelyeket eddig nem ismertek. Én azt gondolom, hogy olyan szinten könnyű az ütős hangszer, hogy nagyon hamar színpadra lehet valamilyen attrakciót, vagy valamilyen jól működő, vagy jól szóló előadási darabot vinni. Olyan szinten viszont nehéz, hogy minden hangszernek más technikai malűrje van, amit meg kell, hogy tanuljanak a gyerekek. Úgyhogy azt hiszem, hogy így balanszban van. A fonyódi és a kaposvári ütős tanszak diákjai közül 20-an táboroztak és zenéltek Kaposváron. Július 2-től tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész ország területére. A szigorításra a kánikula és a szárazság miatt volt szükség. A hétvégén két esethez is riasztották a tűzoltókat Torna megyében. Bonyhád külterületén a lekaszált fűszéna gyulladt ki, Gyulajon pedig avar kapott lángra a melegben. Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mely magában foglalja, hogy tilos tüzet rakni erdőkben, fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokban. Továbbá nem engedélyezett a gaz- és parlagégetés sem. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője úgy nyilatkozott. A legtöbb esetben emberi hanyagságból eredően alakulnak ki erdő- és bozott tüzek, ugyanis mezőgazdasági vagy bicikli utak mellett rendszeresek az eldobált sikkek. Feltétlen tartsuk be gyakorlatilag a tűzgyújtás általános szabályait. Ezek a legfontosabbak, hogy mindig csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát mi magunk is tudunk kezelni. Mindig legyen a közelünkben a tűzirányítására szolgáló eszköz, tehát egy vasvillany lapát is megteszi gyakorlatilag ezt a szerepet. Legyen mivel eloltanunk, tehát legyen ott a közelben egy vödörhomok, föld vagy víz, akár egy tűzoltókészülék is, ha feltámadna a szél, ezt azonnal oltsuk el a tüzet, valamint bizonyosodjunk meg arról, hogy nem tud már visszagyulladni. Tolna megyében is rendszeresen előforduló problémát okoznak a tarlótüzek. Csütörtökön délután 300 négyzetméteren égett le a vasúti partoldal növényzete, a Pécset-Budapesttel összekötő vasútvonal 1167-es szelvényénél. A lángokat a Tamásiból érkező tűzoltók fékezték meg. Számolban kifejezve ez úgy néz ki, Tolna megyében 122 szabadtéri tűzesethez vonultak eddig a tűzoltóink, tehát ez bőfél év leforgása alatt. 64 hektárnyi terület az, ami gyakorlatilag a tűzmartalékává lett, ez, hogy hátszámoljuk nagyságrendileg, ez 94 focipályának a területének felel meg. Tehát azt gondolom, hogy ezek így már eléggé szemléltetők ezek a számok. Fontos, hogy tűzgyújtási tilalom alatt még az erdőkben erre kijelölt helyen sem szabad tüzet rakni. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Közel 500 tonnás vasúti híd kerül az út fölé, jól halad az M6 befejező szakasza. Megújul a Belléli összekötő út, Pécs felé a 6-os úton lehet majd közlekedni.
Online számla program és online számla rendszer, fontos különbségek vannak a két felület között. 6 társulat, 8 előadása a Kártalan Kertben, elkezdődtek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Szerdán eleinte még a Dunától keletre fordulhat elő több helyen eső, zápor, helyenként zivatar, valamint napközben néhol északnyugaton, de emellett már sok napsütés ígérkezik. Gyakran erős lökések kísérhetik az északias szelet, hajnalban 15-21, délután 25-31 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!